Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Mountain Blade 2 Bannerlord Attila a Hun szériájának a 23. epizódja, és srácok, lányok, a mostani részben össze fogjuk szedni a klánomnak az embereit, kik szanaszéjjel vannak a világba, és megpróbáljuk megforgatni a lóvénkat annyira, amennyire lehet, ugyanis vannak itt problémák itt a termeléssel. Odokba például a Potterim az nem keres valamit túlságosan, túlságosan jól. Illetve mi az, ami még itt van? Van egy Wolveri, ami 228 dénárt hoz. Ez most azt mondom, hogy egészen jó. Tehát ez a Wolveri, ami van, ez abszolút tűrhetően, Baltic Handben tűrhetően működik. Úgyhogy azt mondom, hogy ez teljes mértékben megéri. Viszont odokba, igen, itt annyira nem működik jól. Az építményem, a Potteri 26-ot hoz, ennek sok minden lehet az oka. Az egyik oka lehet például az, hogy már van ott egy Potteri, aztán nem igazán működik. Karahán, Nutyuk és Danar települések vannak. Itt van ugye a Clay, nem igazán tudom, hogy mi van itt, ide el kellene gyalogolnom mindenféleképpen, hogy lássam. Steppehorz, Nutyuk, itt pedig Sheep. Tehát odokba még egy Wolveri nem lenne egyébként rossz. Úgyhogy lehet, hogy át kellene állítani a magát a termelést, hogy mi is van ott, úgyhogy az első útam először is odokba fog vezetni annak érdekében, hogy megnézzem, hogy mi is van ott, ami nem működik annyira jól, és ezt próbálom majd megkorrigálni. Boldog békeidőket éljük, hölgyeim és uraim, az is tette lehetővé az előző rész alkalmával, hogy picikét belekóstoljunk így a tournament világába. Nézd, Cseppe Bandit! Hát én ezt megkockáztatom. Úgyis nagyon-nagyon ritkán ütünk ki ilyen hideoutokat, és négy Steppe Bandita az nem lesz probléma. Átállítottam a kétkezes kardomat egykezesre, ugye lehet, van olyan kard, aminél lehet váltogatni, hogy kétkezes legyen, vagy egykezes. Most így egykezes, és mivel négy bandita van itt, valószínűleg egyből a bosshoz fog minket ledobni. Na? Így van, ez lett a történet. Ott van a boss, mögötte vannak a banditák, páncélzatokból ítélve nem lehetnek túlságosan erősek, és oldalra fogunk majd kihúzódni, és természetesen nem fogunk itt harcolni ezzel a csávóval, hanem egy emberem leesett lábról, és nem fogok lőni, mert tarkolni van valamivel. Nagyon szép volt, emberek, büszke vagyok mindannyiótokra, egy sérültünk van, plusz egy influencet kaptunk, hogy felszámoltuk ezt. A környező falvakba 499 influencünk van, ezt fel fogjuk majd használni. Egészen jó lootot kaptunk, és kaptunk egy 14-es alkarvédőt árérték arányba. Ez itt teljes mértékben megfelelő, a páncél az eléggé gyér, de amennyi időt, energiát belefektettünk, ez abszolút vissza fog jönni. És kettővel nőtt a kapcsolatom valószínűleg ebbe a településbe. Vagy pedig Hakunba! A sármom az pedig nőtt is a partimba, valószínűleg fejleszthető egységek vannak, és így van. Egy eleftarói katona pedig csatlakozik hozzánk, ez fantasztikus. Crossbowben pedig még erősebb legyen. A Sea Raider Chief-et nem tudom felfejleszteni, Sturgeon Drushiniké, mert nincsen meg a megfelelő disziplinám hozzá. Úgyhogy odokba lovagolunk le, hölgyeim és uraim, és megnézzük, hogy gyakorlatilag miért is van. Dilobar skill points 200 is 62 helyes. 50 looter! Yeah! Megnézzük az 50 lootert, nagyon lassan mozogtok, tehát valószínűleg csak looterek vannak ebbe a csapatba. Azért megyek neki az 50 looternek, hogy továbbfejleszem az egységeimet, teljes mértékben megfelelő lesz számomra. 11-15 emberem sérült meg, és egészen pozitív az, amit kapunk, és időben, hogyha belegondolunk, abszolút nem sok. 500 aranyat kaptunk, ami nagyon jó, és tovább fejleszthetjük a távolsági egységeket is, és plusz egy közelharcos, ő is fejlődjön, és a kuzei nomádot tudok lóra ültetni, annak érdekében, hogy még erősebbek legyünk. Elég sok eszközt kapunk már ilyen mértékű looter csapattól, úgyhogy ezt meg is köszönjük. Nagyon. Akalat. Biztonságos városnak tartom, nem valószínű, hogy egy hamar be fogják venni, ugyanis az a tapasztalatom, hogy a Southern Empire, inkább Chaikand, illetve Makeb irányába megy, most Umbrella, illetve Argoron is elvehető az ő részükről, inkább ez a frontvonal, ami veszélyeztet minket.
És valójában, amíg a Vladokkal nem vagyunk úgy nagyjából határba, addig nem is igazán számolok háborút az ő irányukba, bár mondjuk ők eléggé veszélyesek lesznek, főleg, hogyha az azerai birodalom nem veszi vissza ezeket a tartományokat, vagy nem harap ki egy darabot a Vladokból, maximum majd én. De a Vladokkal kapcsolatban kicsit tartok, ugyanis elég erős lovasságuk van, és elég erős íjászatuk van, ami egészen... Kozaisz ez mint téken, Sztyepe Bandic, ó, szerencsétlen. Nehéz lovasságban erősek a Vladok, illetve a számszerű íjászok is eléggé erősek az ő csapatukban. Na, körülnézünk itt a településen, és lehet, hogy eladjuk a workshopunkat, amelyében van még egy fazekas műhely. És Woolweavery, Pottery Shop, és többet nem látok, egy picikét közelebb megyek, és először fürkészek lovak után, de lovak nincsenek, úgyhogy végiggyalogoljuk ezt a zónát, és a rácok, lányok, célszerű lóra felpattanni, hogyha úgy hozza a játék, de aktuálisan nem látok másik, ott a paci. Pottery Shop, ugye az enyém, Lord's Hall, Backstreet Dungeon, Smithy, Woolweavery és Pottery Shop. Ennyi az, ami van, de mégis nagyon-nagyon gyengén hozzuk az alapanyagot. Mindjárt megnézem, hogy mi lehet ennek az oka, és utána járunk. Azt mondja, trade és misk. Azt mondja, hogy egy gram agyag sincs. Jó. Good to know. Felrohanunk ide, aztán hozunk egy kis agyagot. Valószínűleg az itteni banditák veszélyeztetik ezt a falut, nem tudom, hogy miért. Clay 40. Hát ezt mindet megvesszük, eléggé jó pénzért kapjuk, és hát adok el egy kis felszerelést, azt megtartjuk. Többit, és 366-ot kell fizetni. Ennyire olcsó? Ja, sokat vásároltam. Oké, ezt is megtartom, hát oda tudom adni valamelyik emberemnek, és 13, azt attól szerintem jobb van. És 1000-et kapok. No. Akkor visszaveszem talán ezt a 17-est, így. Még mindig nem. Akkor visszaveszem a 13-as. Na, most már működik. És odogot feltankoljuk egy kis agyaggal, és megnézzük, hogy ezt követően mi az, amit tudunk itt termelni. Ugyanis ugye nincsen alapanyag, nem tud működni a workshop, és akkor minimális profitot kapunk. Úgyhogy eléggé gáz a helyzet. Úgyhogy reménykedtem, hogy esetleg itt... 40-et bepakoltam, és mégis nagyon gyengén árulják. 539-et kapunk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mennyi pénzt tudunk ezt követően kisajtolni a helyből. Ugye ez egy eléggé fontos pont. És ami még egy másik fontos dolog, itt van nekem disznóm, ezt levágjuk, meg van 4 birkám, mind a 4-et levágjuk a húsért. 27 kajánk van, ami eléggé kevés, és tovább bővíthetjük esetleg a workshopoknak a helyét. Nos, Makebbe, ugye, ha neki itt Iron Ore-t termelnek ki a földből, és ez Hardwood, Tepesz nem ide tartozik, Tepesz kastélyához, úgyhogy Makebbe szépen vissza fogunk lovagolni, és ott megvesszük a Smithit, vagy veszünk egy Smithit. 6 sztyeppe? Amúgy ez nem is lenne butaság. Még egy hideout. Növeljük a kapcsolatot. És ilyenkor, hogyha túl érünk az éjfélen, bárnunk kell. És... elszaladtak. Nem baj. Elkapjuk ezeket a lootereket, lecsapkodjuk az arcukat, utána pedig visszaszaladunk ide. Szimplán azért, hogy az egységeink fejlődjenek, és némi kis apró dénárt, apró pénzt kapjunk. Beküldöm a katonáimat, 11 emberre újra megsérült. Elég ütőképesek ezek a lúterek, és csak 79 aranyat tudtunk kiszippantani belőlük, de a lovasságunkat tovább tudjuk növelni. Nagyon-nagyon érdekelne egy passzívan, hogy milyen taktikát választ így a játék, hogy ezeket a lútereket támadjuk meg. Várakozunk éjfélig. Valószínűleg 2 vagy 3 embert le kell ütnünk, mielőtt hatékony sérülést tudunk okozni az ellenfélnek. És... hát, jó, vége. Oké. Milyen sokan vannak. Jó, fegyvert kellett volna váltanom. És szerintem fegyvert is fogok. Oké, rájuk rongyolunk. Hello. Hárítunk.
Oké. Okay. Ezt megcsináltuk. Megnyertük. 6 embert kellett levágnunk, ami nem okozott problémát. Nekem megcsapkodták a számat, de nem vesztettünk el senkit. Úgyhogy... Marauder, Steppe Bandit Boss, jöhet mind a kettő. Hálás vagyok érte. Még egy Crossbowman! Hol vannak a Crossbowmanjeim? Cross, itt van. 7 plusz 1. Egészen pazar. Done. Lovasságom az nem rossz, kaptunk e valami jót, 12-es cipő, és Broad Yieldet kaptunk, ami alapvetően nem rossz fegyver, 5-ös szintű fegyver, ezt odaadhatjuk valamelyik emberünknek. Kettővel nőtt a kapcsolatunk, ami fantasztikus. Na, a sármom is nőtt. Nagyon jó egyébként az ilyen minimális hideoutok, lehet, hogy meg is nézzük azt a hideoutot, most, hogy így felbuzdultunk, tudjátok így a hideout takarításba, de annak nem megyünk neki, itt horribilis egység van, azt nem fogom. Scouting 75-re emelkedett, ami fantasztikus. Inkább arra fókuszálok a békeidő alkalmával, a békeidő alatt, hogy összeszedjem szerencsétlen embereimet, és van egy fejlesztendő képességem, ugyebár, ami a scouting lesz. Tracks become more informative. Köszönöm szépen. Ez pedig personál. Jó. Több információt mondanak el ezek a nyomok. Szóval TI, Saneopa, Vostrum és ennyi. TI, Saneopa, Vostrum. TI, Saneopa, Vostrum. Hol is vagyunk? TI, egyszer Saneopa. És amúgy az durva, hogy a Vladok ide települtek. Azt foglalták el, Vostrum. Jó, menjünk akkor a Vostrum irányába. És még oda megyünk, megnézzük, hogy kikkel állunk harcba. A kuzaitok, aktuálisan háborúban vagyunk az Eleftherió és a Karakergittel. Tehát, hogyha útközben találunk valami Karakergitet, megpróbáljuk levadászni őket, és Darmustika környékén ért minket az a csapás, amikor egy Karakergit szemtelenül elkapott minket. What? Hurug is gathering an army near Akisar. Miért is? Növelni akarja képességeit, fogadok. Oh, Adien megszületett. Gratulálunk. Hosszú életet. Hosszú életet a paronynak. Forest Bandit, őket is jó lenne levadászni, de most nem érünk rá, megyünk tovább. Danusztikába Potteri szintén fantasztikus, hogyha akartok esetleg valahonnan pénzt szerezni, akkor az ott hely nagyon-nagyon jó lesz. És 27 dénárt keres, ugyanúgy odokban. Lehet, hogy el fogjuk adni és újra meg fogjuk venni, nem vagyok benne még biztos, hogy ez megfelelő stratégia, de valamit szeretnék csinálni annak érdekében, hogy a workshopjaim jóval profitálóbbak legyenek, mint eddig. Eléggé lenerfelték ezeket a workshopokat. Iván, Vilobark, Miss Vilobark? Mi lenne, hogyha visszajönnél, aztán itt csapathatnánk neki? Kereskedjünk egy keveset, bár lehet, hogy nem itt kellene megvennünk a dolgokat, mert szükség... Ó, gabona! 50. 60. Jó, 750. Szuper, 88 kajánk van. Nem zavarom úgy, hogy alacsonyabb most a csapatmorál egyáltalán. Ide is visszajönnénk. Hideoutokat pedig kitakaríthatjuk egy időközben. A következő Vostrumba voltunk most, ugye? Vostrumba, így van. És Sanopeába vezet a következő útunk, I guess. Szarnap el, aztán pedig Tiába, Argonomba pedig körülnézünk, hogy mi újság van. A Sanopába menjünk fel. Hidden Hand left the Kuzaitz. What? Oké. Okay. Nem probléma. What has been taken prisoner by the Valandians? Mi volt ez a hang? Azt a kutya fáj! Nem tudom, hogy ki volt a nagyon nagy szájú. Valószínűleg mi voltunk a nagy szájúak. Elmondom, hogy miért gondolom ezt. A Vladokkal most háborúban is állunk. Fantasztikus. Diatma itt van. Mellettünk. És egyre mélyebben nyomulunk majd a kontinensnek a szívébe. Sanopea, Mizea, Onira és Picaon. Amennyiben a miénk lesz ezt a zónát,
a hegynek a jobb és bal oldalát teljes mértékben uraljuk, hogyha ekkorát ki tudunk innen ragadni, de nem szabad elfelejteni, srácok, lányok, hogy a Southern Empire sem gyenge. És hogyha a Southern Empire-nek van esze, megnézem, hogy hogy áll Kingdoms, azt mondja, hogy Southern Empire, Northern Empire-rel áll hadba, tehát valószínűleg ők gyengülnek. Jó, nem probléma. Szóval ezért gyűjtöttünk sereget. Karakalatnál vannak. Jó. Megyünk tovább az embereinkért, és közben meg körülnézünk, hogy hátha alapon. És itt van egy falu. Talán kicsi az esély, hogy kapunk bármi esély. Így van, erről van szó. Erről van szó. Nem saját területen, már nagyon-nagyon kicsi esély van arra, hogy megfelelő katonákat kapunk. De most már fókuszálok egy kicsit jobban a térképre. Gilman left the kingdom. Aha. Mínusz 7 a költségünk most már. Az egységeinket is fizetnünk kell eléggé rendesen. Aztán valószínűleg csatlakozunk ide, mert jó lenne lekövetnünk egy-egy nagy csatát. Nem lenne rossz, és valószínűleg be fogunk nyomulni. A kitoló... Ó, Karakergit. Karakergit. 6,8, 5,5. Hát őket nem fogjuk utolérni. Horse Archerből van rengeteg, akik egyébként eléggé veszélyesek. És nem hiszem, hogy be tudjuk őket keríteni. Kicsi rá az esély. Northern Empire, fordulj vissza! Fordulj, ijedj meg tőle! Nem ijedj meg tőle. Na mindegy, a karakergiteket most nem fogjuk elverni. Hagyjuk, hogy hadd fussanak, ugyanis eléggé gyorsak, sokkal gyorsabbak, mint amilyenek mi vagyunk. Az erdőket használhatnánk stratégiai pontnak. De most nem erre fókuszálunk, felveszünk még egy embert. Origot. Origtól lehet, hogy megválok, srácok, lányok, nem a legjobb ember. De küldetésre el tudom küldeni alapvetően. Gyere, Orig! Take hero to the party. És leave. Na, saját területre kell mennünk, és a hadsereg... Karakalatnál van. Alapvetően. De mi itt fel fogunk lovagolni. És egy nagyon fontos harmadik dolog. Kingdoms. A vlandok kikkel állnak háborúba, a battaniaikkal, illetve velünk meg a Northern Empire-rel. Ha eddig nem volt megfelelő alkalom arra, hogy a vlandoktól elragadjunk területet, akkor most van. Akkor most van. Mondjuk ez a kastély. Ide kellene lovagolnom, megnézni, hogy mi újság van erre. Sőt, vartseget is el kellene vennünk tőlük, bár nem tudom, hogy mennyire erős a háború. Nem tudom, hogy mennyire erős a háború. Modok nélkül ezt nehéz kiszűrni, de Battanian... A Battanian csak a vlandokkal háborúzik. Csak velük. Diplomácia. Northern Empire eléggé gyenge. A vlandiaiak egy picivel gyengébbek, mint én. Ők is gyengébbek. Tehát a vlandok egészen jól hozzák. Egészen jól csinálják a dolgokat. Ez mondjuk nem ad túlságosan sok bizakodnivalót. Nekem. Körülnézünk az otthonunkba először is. Azt mondja, manage town, hogy állunk? Nagyszerűen állunk, plusz 3-as a loyalty. Fontos dolog, 50 alá, hogyha leesik a loyalty, nem tudunk építkezni a településbe. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni. Aqueductot készítünk most aktuálisan, és 13 nap múlva, completing 13 days, 13 nap múlva készen van, ami nagyon-nagyon jó, ugyanis plusz 1 bónusz prosperity-t kapunk. Ami egészen fontos. Nőtt a population tax, aminek szintén örülünk. Leave. Karakalat környékén jelz... Nem. Mit tanultunk az előzőekben, hölgyeim és uraim? Igen, ismételjük. Nem szabad mennünk folyamatosan a csapataink után, mert lehet, hogy hülye döntéseket... Pontosan. Nagyon-nagyon jól tudjátok. Nagyon-nagyon jól. És szemed gyönyörködtető, hogy ennyi újonc van, aki szeretne háborúba menni. De én valójában nem rájuk vágyom. És a csapatom az elég erős most. De egy ijaszt felveszünk még. És talán még ide is beugrunk. Hettaniába. És küldetéseket kereshetünk. Menjetek innen, lúterek! Lovasságra van még szükségünk. Vagy lovakra. Rui troops. Még egy ijaszt. Jó, mehetünk. Itt említettek Hardwoodot, így van Hardwoodot, de hát találunk valami kaját, 62-es a kajánk, 23, ez rém drága. Mondjuk télen ne is várjak valami túlságosan sokat attól, hogy a gabona olcsó lesz.
És hát olyat csinálok, amiben egyszer már így belebuktam, de hát ha nem fogom most belebukni, hát a tapasztaltabb vagyok, mint eddig. És ellenséges területre fogom terelni a csapataimat annak érdekében, hogy információt szerezzek. Ez egy fontos pont lesz. És még több lovasság. Ami alapvetően nagyon jó, és szerintem fel is töltöttük a seregünket. 103, nem? 104. Lovasokat azért veszek fel, mert nem lehet tudni, hogy mikor találok valami tudjátok, ilyen hadimorzsát. Talán a hadimorzsa az egy jó kifejezés. Az ott fel van perzselve. Vele tudnánk beszélni, és itt van egy ostrom. Ez egy Southern Empire és Northern Empire. 97 Imperial Recruit és 70-86 Imperial Recruit. Hát sajnos ilyen, Grain, az kell nekem. Valószínűleg Diatma városát meg fogják védeni. Ó, mennyi nemes megy! Aztak ugye fáját, és még özönlenek még többen. By Products, 22 a gabona, 56. Hát jól van. Kiadjuk érte a pénzt, és lássuk, hogy mit tudunk eladni, ezeket el tudjuk adni. És itt pedig 700-at kapunk. Köszönjük szépen, Liv! És körülnézünk akkor az ellenséges területen. Szeretnék informálódni azzal kapcsolatban, hogy az ellenség valójában milyen erővel rendelkezik. This Northern Empire has been taken prisoner. Northern Empire bukta a csatát, mire olyan nagyon-nagyon készültek. És valószínűleg volt még egy csata, mert nagyon-nagyon kevés csapat létszám van itt. És akár egy raidet is folytathatnék, amire annyira nem lesznek büszkék a csapattársaim. Úgyhogy! Most egy picit lelassulunk. 5,6-os a sebességünk, szerintem a 12 fő a milíciája. 12 fő. 103. 103 fő védi Kranirok kastélyát. 103 fő. Vezethetnénk egy csapatot. Állj, lehet, hogy tudunk alkotni egy csapatot. 5 nap. 3 nap, 5 nap, 3, 4 nap. Lehet, hogy alkotunk egy csapatot, srácok, lányok, ilyen még nem nagyon volt. Lehet, hogy a várat kellene először elfoglalnunk, az nem lenne egy rossz gondolatmenet. Senki sincs itt, csak a védők. És egyből csapást mérhetnénk a vladokra, amíg el vannak foglalva azzal, hogy a kisebb problémákra reflektáljanak. Ez szerintem, hogy egészen tűrhető lenne. Ó, most jól kaptuk a pénzt. Varcseg, mit mondasz? Create an army mazen. 262. Garrison of Varcseg, milícia. Mi lenne, ha kipróbálnánk ezt? 9 nap. 6 nap. 5 nap. Milyen messze van tőlem? Aha. Kanujan. 3 nap. Szerintem 2 embert be fogok hívni a partiba, de mindenki messze van. Miért nem jöttök a frontvonalra? Rengeteg katonátok van, aránylag képzettek. Kanujan. Egyszer. Lássuk, hogy itt 41 kuzait nomád, 47 kuzait nomád, 58, 87, mi van veletek, miért nem mentek ki Na látjátok, ezért megyek looterekre. Ezért. Jöhetsz te is, barátom. És 25 kuzait nomád, 78 kuzait nomád, 58 kuzait footman, kuzait peasant, de hát annyira nem a... Oké. 611. Done. Jó. Akkor kilovaglunk innen. Úton vannak, ugye? Úgy néz ki, hogy úton vannak. Szükségem lesz ellátmányra. Tehát Sturgiai területre fogok belovagolni. Oh, hello! Ja, ezek csak parasztok. Itt szörmét árulnak. Ez itt be van rédelve. Az flexet, az se annyira kell. Azokat a parasztokat levághatnánk. És amúgy kisebb looter csapatok vannak.
zenét még nem is biztos, hogy hallottam. Gyertek, srácok! Szükségem van az ütőerőtökre. És megállt a játék egy pillanatra. A Byproducts. Ez jöhet, jöhet ez is, az meg nem kell. Amúgy egészen jó. A francot adja jó ára. 106-ért adja. Látszik, hogy a kereskedelmünk nem az igazi. Nem az igazi. Sót azt mindet el fogom passzolni, hardwood az mondjuk éppenséggel maradhat. Light harness, ebből mehet mind. Steppe harness mehet mind. Rouge dös, hát 8-as. Ez is mehet mind, ez pedig marad nálam. Done. Egy emberem hiányzik még, és Liv. Grain. Ide is beugrunk. Azért is vásárolok most így alapanyagot. Így van. 187, mert hogyha elfogy az embereimnek, akkor itt problémák lesznek. És portyázni fogok most itt a környéken, és parasztokat fogok lemészára, igen, igen. Parasztokat meg lootereket fogok lemészárolni. Jobb, hogyha mindenki megbarátkozik ezzel a gondolattal, és... 46-ot keres a Potteri Shop odokba, a fejem több pont nem látszik. Lássuk, hogy ki az a Sea Raider? Nem, további lovasság akar. Egy picit még tartom ezeket a robokat. Embers of Lady has taken prisoner. Oké. Okay. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Oké, okay, kicsit rápörgetünk. Éjszaka van, de utolérjük ezeket a lootereket. Képezzük tovább az egységeinket és villagers. És ott volt egy 45-ös. Surrender or die. Never well. Oké, okay, menjetek a francba. Stások, ki vagy te? Ja, ez itt egy karaván! Haha, ja, ott el tud menni. Sebessége pedig túlságos. Ojojojojojojojojoj. 4,4. 5,5. Le fogok lassulni, ugye? 3,9-re. Pedig ez a karaván nem lenne rossz. Sőt, parasztokat is lehetne, bár mondjuk a parasztok nem tehetnek semmiről most. Most miért vágjam le nyomorultakat? Úgyhogy itt be fogom várni a csapatot, hogy megérkezzen. Karavánunk 6,2, mi pedig 5,5. Ez ígéretes pozíciónak tűnik. Amennyiben elé tudunk vágni. Ja, nem, fel tud menni itt, illetve itt át tud menni. Igen. Na mindegy. Kíváncsi vagyok, hogy merre vannak. Kíváncsi vagyok, hogy merre vannak. És itt most már... Four day 16 in army, one day 23, one day 5 hours. Ez elég el van csúszva. Úgy látom, hogy minden egy nap, a két sereg idejér, megostromoljuk a várat. Meg fogjuk ostromolni, srácok, lányok. Eljön ez a fantasztikus pillanat, amikor végre megtörténik az általam irányított ostrom. Send troops, menjetek, csapjátok őket céljel. Hét emberem sérült, ami tökéletes, 199 arany is. Heavy Lancer, annak használt vesszük. 27 Marksman. Fejlesszük az Archert, és őt is fejlesszük. És akár embereket is vehetnénk be, de most nem nagyon fogjuk. Done. Hát egy kis kaja, az ellátmény, ez mindenféleképpen jó, valamint ezek a rongyok. És kíváncsi vagyok, mi történik, hogyha ezt a várat én elveszem. Hogyha ezt a várat én elveszem. 103. Még mindig szigorúan 103. Varcsainek az ostroma lenne a legcélra vezetőbb, de nem ennyi emberrel, hanem legalább vagy 600 emberrel. Legalább 600 embernek örülnék. Merre vagytok? Nagyon nagy segítség lenne, ha látnám, hogy hol vannak a térképen. Ez azért eléggé fontos lenne, kicsit úgy elcsúsztunk. Ebbe az irányba akarok nézni. Rohatte nem lenne annyira jó, Varcseget jó lenne elvennünk. És itt kiütni a Northern Empire-t a nyerekből, ezzel a három településsel. Tehát, hogyha lehetne, akkor lehet, hogy háborút kellene indítani ellenük. Lehet, hogy háborút kellene indítani. In army, 14 óra, 1 nap, 2 nap 11, oké. Okay. Na, hol vagytok? Karaván.
Meg fog ijedni a karaván, hogyha közelebb megy? Meg bizony. 99 emberem van, aki harcra kész. És... hát itt szintén parasztok vannak. Itt a hely tetején fogjuk várni őket. Ott is van! Kanujan! Végre, barátom! Végre! Azt mondja, hogy Kanujan meg is érkezik 3 óra múlva. 21 óra múlva, 2 óra múlva. Azt a 2 napot nem fogjuk megvárni. Szerintem ennyi katonával meg tudjuk ostromolni ezt a várat. Sosem csináltam még várostromot, tehát ez egy új élmény lesz számomra. Nearby in army. Oké, ott van Illatar. Ott van. 326 katonával. Háromszoros túlerővel. Fogunk neki menni ennek a csatának. Egy nap múlva megérkezik a négyszeres túlerőért. Alapvetően várhatunk. És megnézek egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Most ugye vezetek egy csapatot. És így a leadershipem, kíváncsi vagyok, hogy nőni fog-e. Ugyanis ez nagyon kell. Ez nagyon kell. Leadership 21-es, így van. 21-es. És eléggé kevés kajájuk van. Ó, hirtelen nyár lett. És lássuk, 22 óra múlva el is kezdjük az ostromot. Approach Hail the Guards, besiege the castle. Oké, okay, építjük. Építjük most. Ami nagyon-nagyon fontos. Azt mondja, hogy... Sorin Orig... itt az engineer. Ugye, barátom? Te engineer leszel. Done. Kíváncsi vagyok, hogy változik-e valami. Eléggé gyorsan építjük. Ott van egy karaván, aki azt mondta, hogy... Oh, nem! 22-es a leadershipem. Nagyon jó. És amúgy el tudjuk hagyni ezt az ostromot. Egy katapult épül. Egy katapult épül. Meg is vagyunk. És... mit építsünk? A trebasét tudunk építeni. Vagy pedig egy tornyot. A tornyot kellene építeni, mert az nagyon-nagyon hasznos. Vagy pedig faltörőkost. Nem ismerem a várnak a felépítését, de... de ez a torony mindenféleképpen jól jönne. Még egy torony, 2 tornyot tudok. Legyen akkor mondjuk egy... torony. Meg egy faltörőkos. És ide pedig akár katapultot, akár trebasét is tudunk építeni. 23-as a leadershipem. És... te aztán nagy segítség vagy, komám. Te aztán hatalmas nagy segítség vagy. Nem érkezik senki a csapatnak a védelmére. Ez egy egészen fontos információ. Ez úgy egészen fontos. A második katapult is épül, és szerintem nem fogom hagyni, hogy az a második katapult felépüljön. Ezért azt mondom, hogy elkezdjük az ostromot. Vezetni fogjuk ezt. Vezetni fogjuk. És megnézem, srácok, lányok, hogy hogy néz ez ki, hogyha én adom a parancsot, nem pedig ész nélkül csinálunk dolgokat. Megnézzük, megnézzük. Na. Oké. Okay. Ranged... jó. Mi az, ami fontos? Hoppersze! Igen! Hasztak, hogy a pályát! Ez egy nagyon-nagyon jól védhető vár. Ott van a főkapot. Ide nem is fogunk jönni. Hát ez hülyeség. Ez hülyeség. Itt van egyébként létra, mert ott... itt látok létrát. Egyet-kettőt. Benne van a hóba egy úgy félig meddig. Igen. Nem látok létrát. Az kellemet... ó, itt ki van szakadva a falból egy darab. Valószínűleg egy ilyen régebbi ostrom. ...nak a nyomai, és amúgy pech, hogyha erre van a létra, viszont van... ide ki tudok rakni egységeket.
oda vezeti, vagy pedig ide vezeti. Ide nem tudok semmilyen ostromgépet rakni, ide faltörőkos lehetne, ide pedig, vagy ide. De én ide akarok menni. Mindenféleképpen. Oké. Katonákat nem tudom aktuálisan kijelölni, de ezt fogjuk védeni, és megpróbálunk nem ide gyűlni. Valószínűleg rengeteg ember lesz itt, illetve itt is, és muszáj vagyunk megközelíteni itt ezt a falat. A másik torony meg szerintem ide érkezne. Oké. Meg is vagyunk. Okosan kell csinálnunk, rengeteg egységünk van. Infantry! Archer, cavalry, horses, moving! Oké. Move! Forward! Troops! Soldiers! Archers, troops! Move! Oké, visszább jövünk. Ne menjetek oda, srácok! Azt ott nem fogjuk megostromolni. Ezt fogjuk használni. Így van, toljátok. Három létra, ez sokkal, de sokkal jobb lesz. Oké, szerintem leszállok a lóról. Archers! Move! Horse archers! Mounted archers! Move! Forward! Még nem kezdődött el a buli, srácok. Még nem kezdődött el. Infantry! Infantry! Shield wall! Raise your shields! Infantry, move! Footmen, forward! Horse archers! Horse archers! Shield wall! Form a wall! Horse archers! Mounted archers! Move! Move! Infantry! Infantry! Move! Move! Horsemen! Cavalry! Shield wall! Horsemen! Move! Forward. Infantry! Move. Archers! Archer. Move! Forward. Horse archers! Archers. Move! Forward. Horsemen! Move! Horsemen! Move! Hol vagytok? Nem látom őket. Ott van a rohadék. Infantry! Move! Infantry, move. Horsemen! Cavalry. Move! Forward. Infantry! Infantry! Attack! Oké, felmegyünk. Horsemen! Horsemen! Move! Move! Hop! Soldiers! Attack! Attack! Infantry! Move!
Ó, Isten, micsoda laggok vannak, srácok, lányok. Ajajaj. Túlzásba viszik. Archers! Megpróbálom oda lentre vinni őket. Nem nagyon sikerül. Akkor megpróbálunk feljebb menni. Ajajaj, nem próbálunk meg. Oké, kezdenek elfogyni. Oké, ez így nem jó. Kicsit beragadtunk. És azt hiszem, hogy másik pozícióba kezdünk támadni. Vá, eszméletlen laggok vannak, srácok, lányok. Oké. Én azt hiszem lementem. Lemegyünk. Magunk elé engedjük a bátor fiatalokat, ugyanis elállunk most egy helyet, amit nem nagyon szeretnék, és eléggé megtizedeltük odafent az embereket. Talán szerencsésebbek leszünk most már. És igen, ott is pozícióba álltak az emberek. Ami annyira nem jó. Infantry! Infantry! Move! Horsemen! Move! Menjünk fel, srácok. Archers, move! Horse archers, move! Horse, move! Na, azt akarom megnézni, hogy hol van esetleg még olyan pont. Ott van néhány katonám. Nem tudom, hogy mit keresnek ott, de nem nagyon látok most így nagyobb ellenállást, tehát feljebb megyek. Nem tudom, hogy miért nem használják. Miért nem mentek fel, srácok? Ez egy jó tipp, amúgy. Használjátok így az ostrom tornyot. Mert az így nem lesz annyira jó. Na, hopp. Ki az, aki fel mer menni? Infantry! Move! Horse archers! Move! Follow me! On my flank! Okay. Jön az ellenség, ami nem annyira jó. Itt lefele, lentről lehet fogadni az ellenfelet. Oh! Már egy katonánk itt is van. Okay. Ezt a pozíciót kellene tartanunk, amíg feljönnek a többiek. Wow! Troops! Attack! Okay. Sikerült elhátrálnunk. Jó! Szánalmas ostrom volt. Elmondom, hogy mit szerettem volna. Az egységeimet egy irányba pozícionálni. És ezt a tornyot használni arra, hogy mindenki felmenjen a csatába. És mint ahogy látjátok, nem annyira használják jól ezt az eszközt. És most, hogy elestem, nincsenek parancsok, mennek azon pozíciókra, ahol az ellenpélnek az íjászai simán tudják kezelni ezt a támadást. Én azt feltételeztem alapvetően, hogy
ezt a tornyot okosabban használják a katonák. Középső létrán mennek. Szélsőn is megy egy-kettő. Többiek meg itt sorakozva vannak. Nem tudom, hogy én csinálok valamit rosszul, vagy alapvetően a játéknak ilyen tulajdonsága van, de míg az ellenfél a csapatának nagyjából a kétharmadát elvesztette, mi is elég nagy veszteséget értünk el, és most olyan pozícióba megyünk, ahol szintén támadhatóak vagyunk. Néhányan vannak. És igen, itt a közepet védik. Ez egy jó tippem volt alapvetően, hogy, hogy ezt a pontot a faltörő kosnak a helyét védik. Ez abszolút egy jó tippem volt. A fal mögött pedig lónak a hímveszője sincs. Tehát akkor a falakon vannak az emberek, akik védekeznek. Na, lássuk, hogy mennyire hatékony a létrehasználat. Jó. A gyámoltalan létrehasználat. A gyámoltalan létrehasználat. Na, srácok, támadás. Senki nem adott rá parancsot. Okay. Hát alapvetően a egykezesem nőtt, illetve a futásom így minimális, de még mindig szánalmas. Gyakorlatilag 14 embert vesztettem, 25-en sérültek meg, nomádból vesztettem egy párat, rekrutítottam egy párat. Infantry, valahol beindult a daráló. És ide toltuk ezt az ostrom tornyot. De nem harcolnak a katonák. Szurkoljunk, hölgyeim és uraim, a bátor vitézeknek, a nemes lelkű kuzait embereknek és az Empire-nek, az Empire népének, hogy merjenek felmenni a létrán. Felmenjek. Felmenjek, vagy ne menjek. Én nem akarom most megfejteni, hogy ez a katona mit csinál legelől, De ez nem egy ostrom stratégiának tűnik, hanem valami olyasmiről, amiről így nem beszélnek az emberek. Egy ilyen rendesen félre sikerült legény búcsú. Jó, itt hogy állunk? Az lesz ennek a városromnak a vége, hogy mindenki el fog vérezni a falakon az íjászainak köszönhetően? Na, ott van valami mozgolódás. Oké. Feljöttünk, főnök. Főnök, ott van. Alszik csata közben. Na, itt hallottam valami csata kiáltást. Wow. Nagyot ugrottunk. Be tudok menni itt a toronyba? A kérdésemre a válasz a nem. A nem. Jó. Gyerünk, fiúk! Mutassuk meg, hogy valójában mi is érünk valamit. Mutassuk meg, hogy valójában mi is vitézek vagyunk. Zöldfülűek, de vitézlelkűek. Mutassuk meg a főnöknek, hogy nem kidobott dénár az, amit ránk szánt. Ne foglalkozzatok azzal, hogy amikor nézni akarja, hogy mit csinálunk, és belemegy a falba, a tetőre vezet a kamera. Ez nem érdekes. Csak az számít, hogy leküzdjük az ellenfelet. Itt van a kapu. Amúgy nyitva a kapu. I have several questions. Nyitva volt a főkapu. Mind a kettő. Én azt mondom, hogy kifejezetten sok veszteséggel, de egy hatékony ostromot láthattunk. 16 emberem halt meg, ebből egyes szintű 6. 3 infantry, 1 trained archer, 4 elefterói, valószínűleg a pajzs nélkülek, de nem tudom. A többieknek meg itt van 36 nomád, 24 nomád, oké. Bravo. Sturgeon, Vland, jöhet amúgy mindegyik, mert fogjulátjuk őket, és akkor fejlesszük szépen így a mesterlövészeinket. Archer, őt is fejlesszük, és néhány ember pedig felveszünk a csapatba annak érdekében, hogyha valakivel meg kell ütköznünk, akkor tudjuk tartani magunkat. És a loot, amiből
Vaj, talán ez a mondat jut az eszembe. Igen. Kortain. Karakessa Staken. Election started. csak jelezni szeretném, hogy az én vezetésemmel sikerült megkaparintanunk ezt a kastélyt. Oké? Okay. Mindenki egyetért ezzel, ugye? Do you want to resolve? Yes. De ezt én nem akarom! Ezt én nem akarom, nem akarom elvinni. És a királyunk se akarja elvinni, Kánunk, elnézést, Kánunk se akarja. Úgyhogy 3-as, 5-ös, én Akrumot fogom. 20. 100-zal. Done. 15-re nőtt, ezzel pedig csökkent 5-tel. Oké. Okay. Supplies, Kantos, support the council. Okay. Kantos Castle, do you want to resolve owner? Because we are automatically resolving. Okay, done. Nos, tehát akkor itt vagyunk, az Urkunait klánnak a birtokába került ez a kastély, ők felelnek mostantól kezdve azért, hogy itt a frontvonalat Varcseg ostromáig fenntartsák, és mi szépen tovább fogunk itt lovagolni, de valószínűleg fel fogom osztatni a csapatomat. Amúgy nagyon-nagyon örülök, hogy a leadershipet sikerült egy picit feltornázni, egyel még felfogom. Szóval erre abszolút lehet számítani. Varcsekhez közelebb megyünk, és karaván. You share your food with starving soldiers. Oké. Okay. Scouting. És itt is van 274 ember. Ha összegyűjtök egy 6-700-as csapatot, szerintem ezt, akár 800-ast, ezt Varcseget meg fogjuk ostromolni, nem most, hanem valószínűleg a következő epizódban. Úgyhogy hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!